8 környékbeli település tartozik a Paksi hegyközséghez, amelynek területén jelenleg a szőlőterület nagysága 508 hektár, a tagok létszáma pedig 363 fő. 1000 négyzetméter fölött kötelező a hegyközségi tagság, ám nem csak ez motiválja a belépőket, hiszen több pártoló tag is a jó közösség miatt csatlakozik a hegyközséghez, mondja annak elnöke. A szakmai kirándulások és előadások mellett folyamatosan tartják a kapcsolatot a tagokkal. Hetente két fogadónapunk van a hegyközségben, ez kedden délelőtt és csütörtökön délután. Itt intézzük a termelőknek az ügyes-bajos dolgait, ilyet, hogy szőlőkivágási engedélyeket adunk, telepítési engedélyeket, aztán a származási bizonyítványokat adóraktárosoknak. Tulajdonképpen a szőlőnek az útját követjük egész végig a borig, meg az értékesítésig. Ezen kívül komoly gondot fordítunk a tagjainknak a más irányú foglalkoztatására is. Ugye rendszeresen részt veszünk a környező községeknek a borverseny szervezésében. Elég sok tagunknak van borbírálói vizsgája, és ők mind borbíró szerepelnek ezeken. Sőt, januárban mindig meghívást kapunk a Nemzetközi Temerini Borversenyre, és ott is mind borbírók szerepelnek tagjaink. Mindemellett részt vesznek a városi, borral kapcsolatos rendezvényeken. Hétfői közgyűlésükön az aktualitások mellett az elmúlt évi beszámolók kerültek terítékre, közte a hegybíró tájékoztatója is. Hozzá tartozik többek között a származási bizonyítványok, különféle engedélyek, fajtaváltás, kivágás, telepítés kiadása. Van új telepítési engedélyt, ezt minden évben márciusban írja ki a Hegyközségi Nemzeti Tanácsa. Éves szinten országosan 600 hektárig bővülhet a terület minden évben. Ezt március 31-ig lehet a termelőknek beadniuk, utána a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elbírálja, eldönti, és hogyha túligénylés van, akkor valamilyen százalékos rendszerbe visszafogja, hogy 600 hektárt nem léphetjük el, és ugye vannak kivágási engedély, az ugyanaz igazából, mint eddig. Jelenleg folyik a hagyományos városi borverseny előkészülete, amit a Paksi hegyközség az önkormányzattal karöltve szervez. A jövő heti megmérettetésre két palack borral jelentkezhet az a Paksi hegyközséghez tartozó termelő, aki fajtánként legalább 100 liter saját termésű borral rendelkezik. A mintákat hétfőig adhatják le a hegyközség irodájában, amely a Dunamenti ZRT Rákóczi utcai székházában található.